Tamás, mit sikerült adnod a 10. percben a srácoknak, hogy az elején állva maradtak, és az első időkérés után beindultak, és az ellenfél maradt állva? Hát nem is az, hogy sikerült adni valamit, ugye azt beszéltük meg, hogy eljutottunk a helyzetekig megint. Ugye elkapkodtuk az ígyszereket. Ugye igazából ezzel tudott az elején az ellenfél elmenni gyors indulásokból, hogy nem használtuk ki a helyzeteinket. Beállóból kimaradt, 7 méteres kimaradt, átlövések nem jöttek be. Ugye ott utána egy kicsit megnyugodtunk, azt gondolom, és utána ugye jobban megnéztük a kapust, és az elejére, a széléről is maradt ki zicser, tehát nem tudom most, mert ez ugye meccsek óta tart. Egyedül annak örülök tényleg, hogy a védekezésünk az most már ebben az utóbbi két meccsben, amikor egy azt gondolom nehéz ellenfél ellen játszottunk. Most nem azt mondom, hogy mert ugye fiatalok voltak, de képzettek, tehát jóval többet edzenek, mint mi, meg mégiscsak NB1-es utánpótlás csapatokról volt szó, tehát a Veszprém, illetve a Balatonfüred. Én annak örülök, hogy ilyen csapatok ellen 20 gól közelébe tudtuk tartani védekezéssel a mérkőzést. Igazából az volt kérdés, hogy mennyi gólt lövünk. Ugye múlt héten Veszprémben nem tudtunk sok gólt lőni, 22-22 lett. Most egy kicsivel sikerült többet, reméljük, hogy még ebbe tudunk fejlődni. Nem lesz ennyi eladott labda, esetleg a nyitott védekezéssel, illetve jobban kihasználjuk az ígyszereinket, akkor azt gondolom, hogy azért a végére már magabiztosabb is lehetett volna. Tehát itt volt a vége előtt 9-10 perccel, amikor már 5-tel mentünk, és labdánk volt a 6-hoz. Ugye ott eladtuk a labdát, illetve ellőttük egy emberölönybe, ráadásul felelőtlenül még azt mondom, hogy passzív se volt, egy kicsit tovább kellett volna játszani, és akkor elmegyünk 6-ra, akkor azt gondolom, hogy előtt, ugye feljöttek indulásból 4-re, akkor még volt hátra 8 perc, tehát még mindig volt lehetőségük, hogy esetleg meleg lesz a pite, de hál' Istennek azért nem tudták ezt kihasználni, meg a kapusunk jól védett, ugye Norbi visszaállt és jól védett, úgyhogy ő is sokat hozzátett a mai mérkőzéshez. Akkor végül is hozták a srácok azt, amit vártál tőlük? Hát így van, ez már régebb óta várjuk tőlük, tehát most hál' Istennek most ez már jobban sikerült. Hát most persze ilyenkor mindig az van, hogy volt, aki nem tudott annyit hozzátenni, mert nem volt annyit pályán, őnek is meg lesz majd a lehetősége. Most úgy gondolom, hogy ez volt a győztes, nem azt mondom taktika, győztes csapat, ami most fönn volt a pályán, meg hát természetesen azok is hozzátették a magukért, akik edzésen hozzátették, meg esetleg csak kevesebbet voltak fönn a mai mérkőzésen, de ez fog változni, tehát egymás válláról le kell venni a terhet, mindig kell lenni olyan játékosnak a pályán, vagy játékosoknak, akik megoldják az adott szituációt. Meg hát fejbe gondolkodni kell, mert ez egy olyan játék, hogy az ellenfél reagál, akkor nekünk is kell. Tehát itt most azért ez a része most már egy kicsit jobban működött, mint mondjuk az elmúlt hetekben. Hát akkor lássuk a mérkőzést. Ötös bajnokok, kettes Kálofi, csapat edzője Kis Ákos. A nevője Kráka Ajka, egyese Urvár Máté, nyolcolassa a Körül Oldre, 91-es Ezen László, kettes Uszti Ambros, hármas Zengyel Valentin, hatos Mercinger Gergő, 9-es Paverka Zsolt, 10-es Majdonis László, 11-es Szalai Ákos, 13-as Zengyel Dániel, 14-es Zsigmond Ádám, 15-ös Külök János, 18-as a csapat kapitánya Dr. Erős Péter, 20-as Tömör csapat, 23-as Bajnóci Máté, 33-as Ignász Krisztián, csapat edzője Tóth Tamás. Tiszteletben köszöntöm a játékvezetőket, Réger Robertet és Mandolfi Gábor sportásokat, edzőként vezető Szilagyban Gatilla, a versenybíró Tiba András. Jó szurkolás, hajrá! Thank you.
Jó szerződő. Let's go!
Oh,
Thank you.
Köszönjük a Verkasor! Yeah.
Thank you.
Adjuk már játszani őket! Tessék mondanom, tessék intézkedni! Tessék már békén hagyni azokat a fiatal embereket! Miért nem hagyja azokat a gyerekeket békén? Üljünk már le a felekünkre! Vél, Szati! Már megint mi nem tetszik? Tessék már leülni! Mi van már? Kezdjük már meccset, az első fél idő is egy óra volt! Jövő héten áthozzuk őket tovább képzésre! Yeah!
Oh!
Ilyenél a másik oldalon nem adtál semmit! Oh,
Szép bajszék! Szép bajszék! Szép bajszék! Szép bajszék!
szépen! Köszönjük, hogy itt voltak és szúrtoltak! További jó kívánok mindenkinek a külön